gyalogtúra Zeitán. Naprózsa ház a hobokbuckáknál. Konferencia a biodiverzitásról. Kirepültek a gólyák. Gyalogtúrát szervezett a Zentai természetjárók köre. A túrázók a Révészszobornál gyülekeztek, majd innen indultak a Bátkába tartó komphoz. A résztvevők a hosszú gyalogtúra végén Bánát felől jutottak vissza a kiindulási pontjukhoz. A városban élők számára ritkán adódik lehetőség, hogy sietség és stressz nélkül élvezzék a természet szépségét. A közlekedés zajai legtöbbször végigkísérik a munkába igyekvőket is, pedig a városokban is szép számmal akadnak olyan csendes helyek, amelyeket megéri meglátogatni. Jól tudják ezt a zentai természetjárók körének tagjai, akik már számos gyalogtúrán vettek részt Zenta környékén. Tóth Teréz több mint 20 éve túrázik együtt a csoporttal. Az én véleményem és az én személyes tapasztalatom az, hogy nagyon fontos és nagyon jó a városi ember számára kikapcsolódni a mindennapokból, mert a zöld, a természet, az tudjuk, hogy gyógyító hatással van a szervezetre, és akkor itt nincs semmi különösebb megerőltetés, saját tempóban gyalogolunk, és nem versenyzés az egész. Bár az utóbbi években csökkent az érdeklődés a Zenta környékén megszervezett túrák iránt, még mindig akadnak olyanok, akik örömmel csatlakoznak a gyaloglók csapatához. Sándor Andor mindössze egy éve túrázik együtt a csoporttal. Természet nekem közel állt, mert szakmámmal kifolyólag is dohányfelügyelő voltam, és mindig a természetben voltam, és hát nyugdíjasztatásom után akartam folytatni, hogy hát maradjon valami, ami a természetjárással kapcsolatos, és napi szinten sétálok, de ez egy kicsit erősebb túra, mint olyan, úgyhogy hát, de azért próbálom, és hát a friss levegő, ez vonzott társaság ebben kapcsolatban. A Tiszaparti Révészszobortól 6 kilométert tettek meg a Bátkába tartó kompig, ahol hajóra szálltak. A szervezők jelezték, a túra célja a természetjárás népszerűsítése mellett az volt, hogy felhívják a figyelmet a Zenta egyik látványosságának számító bátkai kompra. A kompot manapság már egyre kevesebben használják, korábban leginkább a gyümölcstermesztők vették igénybe. Kiöregedtek a népek, a fiatalok nem sokat törődnek a gyümölcsössel, az öregek meg már most nem nagyon bírnak. Az ember, hogy most már kevesebb, mindig kevesebb. Itt van, ez is egy régi ős termelő út, 93 éves, most valamelyik nem temették el. Különösen fiatal családja, még nem is gyűnnek. Annak pedig is volt, egy jó pár hold volt ide, hát nem is gyűnnek. Miután a túrázók partot értek, a Tisza bánáti oldala felől közelítették meg a hidat, azon átkelve jutottak vissza Zentára. A kitartó túrázók a délelőtti órákban csaknem 17 kilométert tettek meg. Rózsa Péter, a zentai természetjáró körének elnöke elmondta, az ország határon belül és kívül is sokat gyalogoltak már a tagok. Erdélybe is szerveztünk túrákat, akkor voltunk Egerbe, Magyarországon, akkor voltunk Fruskogórá több alkalommal, ahol, tehát ilyen teljesítménytúrák jelleggel, ahova 10-20, 30-40, 50 résztvevő volt, kortunk függetlenül, és így alakult ki, és így vagyunk mai nap a 187. túránál, de meg kell állapítani, hogy lecsengett az érdeklődés, a mai napon is, ahogy körülbelül 10-en vagyunk itt. Hát ez egy kicsit sajnálatos számomra, mint főszervezőnek, de remélem, hogy legközelebbi, amikor ősz búcsúztatott túránk lesz, sétálunk, akkor többen fognak részt venni.
Zentai Természetjárók Köre 1995-ben alakult. A kör által szervezett séták célja elsősorban az, hogy a helybéliek megismerkedhessenek saját városuk környezetével és természeti adottságaival. Egyik a fülöpházi homokbuckák környékén gyakori virágról kapta a nevét, a Kiskunsági Nemzeti Park legújabb létesítménye a Naprózsaház, amelyet júniusban avatott fel, többek mellett az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára. Az itt régóta működő Naprózsa Erdei iskola szomszédságában létesített több célú épület jól kiegészíti a régi, főként szállásadó helyet. Az innen induló túrák gyülekező pontja mellett kisebb konferenciák, versenyek és kiállítások helyszíne is lehet. Emellett az ide látogató iskolás és felnőtt csoportok itt kaphatnak részletes információt a környék növény- és állatvilágáról és a túrák útvonalairól. A Naprózsaház júniusi átadását követően már fogadja az első csoportokat, akik számára a házat és a különböző hosszúságú túraútvonalakat a házvezetője mutatta be. Ahogy a nevében is benne van, fogadó épület és bemutató hely, a Natura 2000-es élőhelyek bemutatását célozza meg, és a ide látogató csoportoknak a fogadására alkalmas, a kulturált környezetben tudjuk a látogatókat fogadni. Igazándiból a mellettünk lévő épület már évtizedek óta áll és erdőiskolaként működik, de az egynapos, vagy félnapos, vagy rövidebb programot igénylő csoportokat nem tudtuk sehol kulturáltan fogadni ez idáig. Ez a terem is, ahol ülünk, egy 40 fő befogadására alkalmas terem, ahol előadásokat is tudunk tartani, ráhangolni a ide látogatókat, hogy mi látható majd a területen, és utána élőben megismerni a természetet. El tudunk látogatni a mozgó buckához, ami egy külön érdekesség, talán sokan nem tudják, hogy a kontinensünk belsejében ilyen mozgó homokbuckát sehol máshogy nem találhatunk. A Naprózsaház a környező települések iskolásai számára is lehetőséget nyújt, akár egy-egy természetvédelemmel vagy biológiával kapcsolatos óra megtartására. Nagyon fontos célunk, hogy a környező települések iskoláival felvegyük a kapcsolatot, illetve több iskolával együttműködési megállapodást kötöttünk már a projekt keretében, és hát nagyon várjuk őket ide rendhagyó, úgymond rendhagyó természetismeret órákra, kicsiket, nagyokat egyaránt. A természet megismerését a házban különleges eszközök is segítik. Úgynevezett kutatócsomaggal készültünk a természet megismeréséhez, ami tartalmaz nagyon jó minőségű, 10-szeres, 20-szeres, 40-szeres nagyítással bíró kézi nagyítókat, határozókönyveket, illetve hát az olyan dolgokat, amiket föl tudunk venni a földről, vagy be tudjuk hozni ide a terembe, akkor azt a továbbiakban tovább tudjuk vizsgálni szereomikroszkópok segítségével. A Naprózsaház nem csak tavasztól őszig tart majd nyitva. Nagyon tervezzük a téli időszakot is, téli időszakra is vannak programjaink, például egy gyönyörű szép hóborított a buckás táj, nagyon alkalmas nyomolvasásra. Szeretnénk az évszakos túrákat is bevezetni, hogy ugyanazon az útvonalon végighaladjunk tavasszal, nyáron, ősszel és télen. És hogy itt van ez a ház, ha akár hideg is van, vagy a időjárás egy kicsit nem is kedvez, azért itt meg lehet pihenni, meg lehet melegedni a téli időszakban, esetleg egy meleg tejával megkínálni a vendégeket. A Naprózsaház első vendégei július elején érkeztek Szarvasról, hogy megismerkedjenek a ház által nyújtott lehetőségekkel és az innen induló túrákkal és programokkal. Mi tulajdonképpen egy pedagógus továbbképzésen vagyunk itt, feltérképezzük a környezetet, mert a ökoiskolai pályázatunk keretében szeretnénk majd ide gyermekeket elhozni, megismertetni velük ezt a tájat és ezt a környezetet. Mi is nagyon sok szép mindent láttunk, rengeteg növénnyel ismerkedtünk, kicsit az állatvilággal is, és nagyon természetközeli túravezetésben vehettünk részt. Mi nagyon bízunk benne, hogy legközelebb már tanulóinkkal együtt jöhetünk ebbe a szép környezetbe. Mi tulajdonképpen úgymond felderítő úton vagyunk. Az iskolánkban szeretnénk erősíteni a természetközeli ökotudatos gondolkodást, és gyermekeinket szeretnénk elhozni erre a helyre,
és ezért jöttünk ide, hogy megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak itt. Megtekinthettük a homokbuckákat, megnéztük a mozgó homokbuckát is, és eközben nyilván az élő világot is nyomon kísérhettük a kísérőnk segítségével. A naprózsaház a kecskemétiek számára is lehetőséget nyújt a néhány órás kirándulásoktól kezdődően, akár egyhetes programokra is. Emellett többféle oktató program megtartására is lehetőséget nyújt. Az Újvidéki Tartományi Természetvédelmi Intézetben konferenciát szerveztek a Biodiverzitás Világnapja alkalmából. A találkozó témája a fokozottan veszélyeztetett fajok befogadása és védelme volt. Szerbiában egyetlen egy hivatalosan elismert befogadó központ van, ahol a veszélyeztetett fajokat, illetve egyéb fajok sérült példányait is ellátják. Ez a Palicsi állatkertben kialakított befogadó központ, amely 2004 óta működik. Befogadás az úgy néz ki, hogy az illető személy behozza az állatot, mi csinálunk róla egy jegyzőkönyvet, átvesszük, utána karanténozás, állatorvosi vizsgálatok, és miután biztosak vagyunk benne, hogy az állat rehabilitálva van, akkor visszakerül a természetbe, itt ebben a Természetvédelmi Intézet segít, avagy hogyha olyan állatról van szó, ami nálunk nem őshonos, akkor próbálkozunk különböző programokon keresztül nekük is helyet találni, vagy állatkertekbe, vagy más mentőközpontokba, vagy olyan intézményekbe, akik ilyen állatokra specializálódtak. Bánáti bazsarózsa, parlagisa, stúzok. Jelenleg Vajdaságban ez a három legveszélyeztetettebb faj. Figyelmeztetett Nikola Stojnic, a Tartományi Természetvédelmi Intézet munkatársa. Kiemelte, a kevésbé veszélyeztetett fajokra is vigyáznunk kell, mert ha már csupán néhány egyedre korlátozódik egy-egy populáció létszáma, akkor már nagyon nehéz azt megmenteni. Najviše od svih to je zaista borba za prostor, odnosno čovjek, čovečanstvo kao takvo sve više menja prostor oko sebe i pretvara prirodne cjeline u cjeline koje su neprirodne ili manje prirodne, gradeći gradove, infrastrukturu ili intenzivnom poljoprivredom. Divlji svet, kad kažemo biodiverzitet, životinje, biljke, protozoe, alge, gljive, sve ostalo, ima sve manje prostoru. U tom sve manjem i sve skučenijem prostoru oni sve teže i teže žive. Na taj osnovni faktor dolazi i ostali faktori. Od invazivnih vrsta, širenje invazivnih vrsta i problema vezanih s njima do prekomernog korišćenja, čak i lova, zagađenja, trovanja. Znači, čitav dijapazon određenih direktnih faktora, ali svakako najvažnije od svih, uskraćivanje životnog prostora usled razvitka civilizacije. A biodiverzitás, vagyis a fajok sokféleségének megőrzése részét kell, hogy képezze az ország környezetvédelmi stratégiájának. Szerbiának még számos tennivalója van e téren, figyelmeztetett Brankica Tabak, tartományi titkárhelyettes. Poglavlje 27 i njegovo otvaranje će nas obavezati na mnogo aktivnosti koje treba da preduzmemo, poštovanje zakona i zakona koji će se tek formirati, a kažem opet ćemo biti u obavezi da ih izglasamo, jel, da budu donešeni i onda se nadam da će sveokupna aktivnost, vaše interesovanje, angažovanost institucija koje su zadužene za očuvanje biodiverziteta, za čuvanje Srbije i Vojvodine u njoj imati itekakvog efekta. Szerbiában számos védett és fokozottan védett faj várja, hogy szigorúbb törvénykezéssel gondoskodjanak védelmükről. A természetes élőhelyek folyamatos szűkülése, az orvvadászat és az intenzív mezőgazdasági termelés mind szembe mennek a biodiverzitás megőrzésével, az idő pedig nem a veszélyeztetett fajoknak dolgozik. Elhagyták fészkeiket az idén felnevelkedett gólyafiókák, és már a szülőkkel együtt táplálkoznak a réteken és a friss szántásokon. Az idei szaporulat a Duna-Tisza közén jobb volt, mint az elmúlt években. Átlagosan 3 fiókát neveltek a szülőpárok,
a júniusi gyűrűzések alkalmával történt megfigyelések alapján. Volt azonban 4, 5 és egyetlen helyen 6 fiókát nevelő gólyapár is. Kecskeméten évek óta mindössze egy gólyapár költ a Hunyadi városrészben. Az idén is 4 fiókát neveltek, amelyeket nagy érdeklődés mellett a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa látta el jelölőgyűrűvel júniusban, és rövid ismertetőt is adott a gólyák vonulásáról. A gólyáknak a kirepülése az körülbelül július közepetáján várható, akkor hagyják el a fészket, és még egy rövid ideig itt a fészek környékén tartózkodnak, és ezt követően először még csak kisebb távolságokat megtéve, de megkezdik a dél felé történő vonulást, és tulajdonképpen augusztus 20 után gólyákkal már nagyon ritkán lehet itt Magyarországon találkozni. A sok helyre felszerelt fészek magasítók eredményeként kevesebb volt a pusztulás az idén, így térségünkben 6-8 ezerre emelkedett a gólyák száma. A közkedvelt madarak 2-3 hét múlva, amint a fiatalok megerősödnek, már útnak is indulnak Afrikába. Kevesen tudják, hogy az idén kikelt fiatal gólyák csak 4-5 éves korukban térnek vissza a szülőhelyükre, de akkor már választott párjukkal, hogy új családot alapítsanak. A szülők pedig évtizedekig a régi fészküket használják.